Zajlik a fakitermelés Tolna megyében. Szükség is van rá, hiszen az elmúlt hetekben jelentősen megemelkedett a tüzelő iránti kereslet. Ennek egyik oka a fennálló energiaválság. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón úgy nyilatkozott, érdemes az alternatív fűtési módok irányába lépni. Valóban a gáztól menekülni érdemes, és alternatívákat kell találni. Van, ami gyorsabb, van, ami lassabb. Sajnos olyan is van, ami hónapokig, vagy akár évekig tarthat, de miután a jelenlegi helyzetben sincsen semmi biztató a háború idő határával kapcsolatosan, ezért minden eszközt meg kell vizsgálni. A kormány szeretné újra beindítani a barna kőszíntermelést Magyarországon, de az egyik legkézenfekvőbb alternatív megoldás a fatüzelés. Éppen ezért a fakitermelés növelésére utasították az erdőgazdaságokat. Janács Gergely, a Gemen ZRT bátaszéki erdészetének vezetője elmondta, az éves fakitermelés 60%-át tavasszal végzik el. Idén a megnövekedett kereslet miatt az őszi időszakban is a tavaszi időszaknak megfelelő mennyiségnek az értékesítésére készülünk, és még egyéb alternatív lehetőségekkel, lágyfafajokkal is készülünk arra, hogyha még nagyobb tűzifa vásárlási igény lesz. A tűzifa árát a többi energiahordozó vételára befolyásolja a legnagyobb mértékben. Idén ez közel 50%-os áremelkedést jelent a tavalyihoz képest.